Sziasztok! Texasban 2015 márciusában jártam egy hétre nyaralni, ahová már évek óta el szerettem volna jutni, mert számomra ez az állam jelenti az amerikai álmot és szabadságot. A repülőm kora délután Houstonban landolt, ahol felvettem az autót, utána pedig elindultam a texasi autós körutamra. De mielőtt bármi mást is mondanék, légy szíves iratkozz fel a csatornámra, hogy az elsők között értesülj, mikor új rész készül el. Az első nap Galvestonban néztem szét, ahová már gyerekkorom óta terveztem elutazni, mert ez az egyetlen amerikai város, amiben a vezetéknevem szerepel. Galveston belvárosa máron már csak egy turisztikai látványosság, ahová a houstoni lakók szoktak eljönni hétvégente a tengerpartra. Emellett a város kikötője a Karib-tengerre szokott sok turistát küldeni luxushajókon, amiből én is láttam párat. Galveston után Freeport felé vettem az irányt, ahol egy hatalmas vegyipari intézmény található. Nekem Texasban azt tetszett a legjobban, hogy a széles, hosszú és egyenes utakon nagyon gyorsan lehetett haladni. Ezt annál is inkább fontosnak tartottam, mert egy Mustangot béreltem, amivel keresztül kasul bejártam az állam déli és középső részeit. Presidióig meg sem álltam, ami egy 16. századi spanyol telepes hely, ahol Texas korai történelméről lehet megtudni sok mindent. Presidióból San Antonión keresztül elmentem a Big Bend Nemzeti Parkba, ami a mexikói és amerikai határ mentén fekszik. A Big Bend Nemzeti Park Texas legnagyobb parkja, de ennek ellenére a hatalmas sivatagos terület az egyik legkevésbé látogatott nemzeti park Amerikában. Itt két estét töltöttem barangolva, és a Marufo Vega sétaútvonalon majdnem meg is haltam, mert eltévedtem víz nélkül. Ezen az útvonalon egy napig bókláztam, mire megtaláltam a kivezető utat. Ha néhány órával tovább tart, akkor szomjan haltam volna a víz nélkül. Big Bend Nemzeti Park után Fredericksburgön keresztül elmentem Austinba, ami egy hatalmas város sok szórakozó helyjel. Itt egy éjszakát maradtam, aztán másnap egy történelmi kisvároson keresztül visszamentem Houstonba, ahonnan aznap este elindult a repülőm Londonba. Remélem tetszett ez a rész is, és ha igen, légy szíves iratkozz fel a csatornámra, és lájkold a videót!